Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy villámhír november 14-ére. A mai napon fontosak az álmok, a vágyak, az elképzelések. Az is lehet, hogy valaki álmodozik rólad. De a mai napon úgy érezzük, hogy ez számunkra elérhetetlen. Vagy valaki azt közli velünk, ó, ne álmodozz olyan sokat, ebből úgy sem lesz semmi. Az a fontos, hogy legyen meg a hit, legyen meg ez a remény, hogy ez az álom beteljesülhet. Az is fontos, hogy ne hasonlítsuk össze magunkat mással, hanem legyen meg a saját belső hitünk. És higgyünk ezekben az elképzelésekben. De nem kell arra várni, hogy ez azonnal beteljesül, hanem legyünk kicsit türelmesek, és nem szabad feladni a dolgokat. Akkor is, ha a mai napon vannak olyan pillanatok, amikor úgy gondoljuk, ezt nem érdemlem meg, nem vagyok jó ahhoz, hogy ilyen szerencsém legyen, el kell búcsúzni ezektől a negatív gondolatoktól. Mert ez a vágy, ez az álom, ez az elképzelés megvalósul, ha hiszünk benne. Ehhez kell a belső erő. Ehhez kell ez a hit. És ha hiszünk a jó Istenben, akkor megvan ez a csoda. Hiszen a jó Isten meg az angyalok segítenek bennünket az élet útunkon. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását, az élet bölcsességét jelenti. Itt ennél a tudásnál van három irány, három energiamező. Vata dósa, az jelenti a mozgást, amikor úgy előre mennek a dolgok, vagy rendeződik valami úgy magától. Pita dósa, az jelenti a változásokat, a megújulásokat. Itt kell egy kis türelem, amíg itt valami kialakul. Kafadósa az jelenti a stabil munkahelyet, az anyagiakat, a stabil párkapcsolatot, de a kafadósánál néha úgy érezzük, hogy fogva kell még valamit tartanunk. Ha megtekintem a napi horoszkópot november 14-én, az indiai számítás szerint, Szaturnusz bolygóig, mert ezek a személyes bolygók, ehhez jön a hold és a nap energiája. A tűz elemében nincs bolygó, tehát hiányzik a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés, az életerő, amit kifele mutatunk. A mai napon inkább a belső erőre kell odafigyelni. A Föld elemében van egy visszafele haladó Mars bolygó. Mars bolygó visszatért a bika jegyébe az indiai számítás szerint, és mindent úgy élünk most át, különösen ami a férfiakat, vagy egy bizonyos férfit illet, amit, ahogy mi, október elején, úgy október közepéig átéltünk. Ugyanaz az energia, ez a Mars energia hat most kiránk. Szaturnusz bolygó szintén a Föld elemében van, és segít abban, hogy kialakuljon valami. A víz elemében van a Hold, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és Jupiter bolygó. Ez kihat ránk hölgyekre, vagy a szerelemre, itt érzelmekről és kommunikációról is szó van. Jupiter bolygó adja a lehetőségeket,
De azért vigyázni kell Jupiter bolygónál, hiszen néha eltúloz valamit, és itt érzelmekről van szó. A föld eleme és a víz eleme az a kapha dósa, ami utal a stabil párkapcsolatra például. De a víz eleme kihat a vita dósára is, ahol változások, megújulások vannak, különösen nálunk hölgyeknél, hiszen itt Vénusz bolygóról van szó, és Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket. A levegő elemében van a nap, itt kitisztul valami, lesz mozgás, ez a vata dósához tartozik. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!